Idén 14. alkalommal tartották meg a repülőműszakiak napját csütörtökön délelőtt az MH légijármű javítóüzemben. A Dorján János gépészmérnökről emlékeznek meg évről évre július 2-án, aki az első olyan magyar mérnök volt, aki saját tervezés és saját gyártású gépével repült. Az év több szempontból is emlékezetes, és emlékezetes marad. Az egyik is nagyon fontos, hogy 46 év szolgálat után méltóan elbúcsúztattuk az Amos-utas típusú szállító repülőgépet, gyakorlatilag a Magyar Honvédség igáslovát búcsúztattuk el. A Magyar Honvédség természetesen a haderő fejlesztési és honvédelmi program révén egyre több új haditechnikai eszközzel bővül, ennek akrálás példája a légierőnél is megtalálható. Többek között az Airbus helikopterek, amik a napokban érkeztek és tavaly álltak rendszerbe. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc vezérezredes a Magyar Honvédség parancsnoka nevében elmondták, a hazai repülés egyik jeles úttörőjére, a Dorján János konstruktőrre emlékezünk a mai napon, aki korszakos technikai megoldásaival, találmányaival méltán hivatott arra, hogy utódai a szakma egyik legkiemelkedőbb képviselőjeként tiszteljék. Ezen a napon a Dorján János gépészmérnök életéről, munkásságáról emlékeztek meg, aki példaképnek tekinthető a szakmában. Emellett minden magyar szakember előtt tisztelegnek, akik a repülőtechnikával foglalkoznak, tervezik, építik, karbantartják és üzemeltetik a repülőeszközöket. Az ünnepi beszédek után a fáradalmas munkáért járó elismerések átadása következett. A díjak kiosztása után pedig zárásként megkoszorúzták az egykori repülőműszakiak tiszteletére állított emléktáblát.